Sziasztok! Ma elhoztam ezt a LEGO City készletet. Ez a zöldséges autó, ha jól tudom, ez a. Ugye itt a hátán láthatjuk, hogy Mit tudunk belőle összeépíteni ez a zöldséges standez? Akár külön is használható, ugye kapjuk a zöldségárust, egy vásárlót, meg a gazdát, aki termeli a zöldségeket, és hát nincs is jobb dolgunk, bontsuk ki ezt a készletet. Kapunk összesen három darab zacskóta készlethez kapunk egy kis matricát, és kettő építési útmutatót, hát így ez is ismerőssel gyerekkel is lehet építeni, ugye az egyik az az autót, a másik pedig ezt a kis zöldségest tudja majd megépíteni. Kezdjük is el ezzel a zöldséges megépítésével. Na, elkészültünk a zöldséges autóval. Ugye itt nem csak egy zöldséges autót kapunk, hanem megkapjuk mellé a zöldséges kertet és ezt a kis zöldség tároló rekeszt, amivel ugye tud árulni az árus. Ahhoz képest, hogy csak 310 darabos szetről van szó, elég sok kiegészítőt kapunk, kapunk különféle zöldségeket, ugye kapunk az autó tetejére ezt a, ezt a díszrépát, két szerszámot, ez a kis zöldséges kert nekem kifejezetten tetszik, van benne ugye szőlő, kukorica, paprika. Itt láthatjuk, hogy az autót ki lehet nyitni ugye hátulról, oldalról, az egyik oldala teljesen kinyílik, a teteje viszont nem olyan egyszerűen levehető, mint általában szokott lenni, hanem itt vissza kell bontani. Akinek nagyobb a keze, mint nekem, innen oldalról nem biztos, hogy bele tudja pakolni a figurát. Amit érdemes megemlíteni, hogy Printelt elemek is vannak a készletben, ugye maga a pénztárgép, ami az autó belsejében található, és két érme ötös jelzéssel is printelve érkezik. Az autónak az egyik oldalán mozgó ablak van, tehát ugye itt, itt tárusít a hölgy, aki ugye a zöldségeket eladja, és tőle tudnak vásárolni városunk lakói. Összegezve én nagyon szeretem a, az autós szetteket, tehát én direkt beszereztem a lakókocsit, a fagylaltos autót, minden ilyesmit, ami hasonló témájú. Gyerekeknek én nagyon tudom ajánlani, jó kis funkciói vannak, amivel el tud lenni. Ezt a szettet jelenleg 11.000 forintért lehet megvenni. Árérték arányban azt tudom mondani, hogy szerintem nem túlzott a LEGO a három minifigura miatt már megéri, van benne egy miniatűr állat is, és nagyon sokfajta zöldség, valamint marad pár extra elem is az építés után, amivel bővíthetjük a gyűjteményünket. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, lájkoljátok és iratkozzatok fel, fogok még jönni hasonló tartalmakkal. Sziasztok!